A jövőben szeretnénk még több, még jobb, még változatosabb műsorokat készíteni nektek. Ahhoz, hogy ez sikerüljön és alkotói szabadságunkat megőrizzük, szükségünk van a segítségetekre. Ha a reklám nélkül és extra tartalmainkért cserébe úgy döntenél, hogy egy kicsivel is, de beszállsz a finanszírozásunkba, vagy hozzájárulnál karitatív tevékenységünk sikereihez, a videó alatti linkek valamelyikén egy a Youtube-tól független platformon megteheted. Köszönjük! Hát hogy üdvözlete mindenkinek, én Osváth Zsolt vagyok, ez pedig itt a Zsoltám YouTube csatorna. Aha. Elképesztő dologra hívtátok fel a figyelmemet, és megmondom az igazat, hogy... Hogy egy kicsit... Hogy mondjam... Ludosnak is érzem magam, mert... Mert én erről a jelenségről tudtam. Igaz, azt hittem, hogy ez már nem divat, meg ez így, ez így eltűnt, meg ez így abba maradt, és nem akartam így pluszba fölhívni rá a figyelmet, de hogy de hogy közben meg rohadtul nem. És ö, elküldtétek nekem a Dancsónak a videóját, a Dancsó videójában pedig volt egy részlet, amikor is ö, ott a végén a Bartos Csé István nevezetű idős, ö, hát valószínűleg értelmi fogyatékos, vagy valamilyen súlyos mentális problémákkal küzdő embert egy perzsa szűnyekbe takarják, és nyers krumplit, répát, karfiolt etetnek vele. Ö, és mindenben egyébként részt vesz egy nagyon népszerű tiktoker, akinek a népszerűségét egyszerűen számomra értelmezhetetlen, ö, tehát, hogy nyilván abszolút a, a cringe és a trash vonalon mozogva ö, Csabinak hívják a srácot, de hogy, de hogy elképesztően több több százezren ö, ö, követik őt a, a, a TikTokon, 12-13 éves fiatalok értelemszerűen. És egész ideig azt gondoltam, hogy mondom, a Csé Istvánnak a, a módszeres megalázása, a, a méltóságának a kiárosítása, az, az, az már így elmúlt. És, és nem, kell, nem kell erre külön fölhívni a figyelmet. De nem. Azzal kellett szembesülnöm, hogy mai napig pont ugyanarra használják, ezt az embert, mint évekkel ezelőtt, hogy kattintásokat, nézettséget szerezve kínozzák, bántsák, megalázó helyzetbe lökjék. És persze, még mielőtt neki kezd ezt nagyon durván körmölni, de hát a Bartos sem kell félteni, hát ő is miket csinál, hát mennyit iszik és társai. Én ezt értem, oké, okay, és sőt, az sem oké. Okay, tehát, hogy ott is közbe kéne lépni egy szakembernek, egy családtagnak, egy, egy szomszédnak, egy akárkinek, ugyanis ezt az embert meg fogják ölni. A bartos hónapokon belül, de lehet, hogy egy éven belül meg fog halni. Az, hogy eddig bírta, az, az egy isteni csoda. A, a, nem találunk rá magyarázatot, egyszerűen hihetetlen, hogy egyáltalán eddig bírta, de az, ha ez a tendencia tovább folytatódik, akkor az akkor hihetetlen. Ha te esetleg nem ismernéd Bartos Csi István munkásságát, akkor pár szóval elmondanám neked, hogy több kezdő youtuber próbált már fölkapaszkodni az ő hátán, azzal, hogy szerepelt a videóiba, a livejába, megetetnek vele tulajdonképpen bármit. Földet, kutyaszart, ö, sminkeket, a, mérgező és kevésbé mérgező dolgokat, Mindenféle, és közben ő elmondja a videójában, hogy nagyon magas a vérnyomása, hogy ő baj van az emésztésével, hogy többször van rosszul, és ennek ellenére folyamatosan egy-két liter borért tulajdonképpen, mert hogy alkoholista az ember, egy-két liter borért az ő életét kockáztatják, az ő testi évségét áruba bocsátják, és nem tesz ezzel ellen senki semmit, bazd meg, és nem hiszem el, hogy egyszerűen mi a rendőrségnél, vagy valahol nem látják az emberek, nem látnak, nem, nem nézik. Te megnézed ezt a videót, és jót röhögsz rajta, belájkolod, és alá ez, Te normális vagy. Te ez, ez, tudod, hogy mi konkrétan? Te, te részt veszel egy embernek a gyilkosságába. És már pedig a megtekintésekkel, a hozzászólásokkal, a lájkokkal, te ezeket mind-mind legitimálod. És itt van Csabi, akit egy nagyon jó fej, cuki, hili hali hali hó nevű srácnak ismer meg mindenki, aki senkinek nem tud ártani, aki tényleg csak a bőrnadrágjába, meg a, a, a kunkori orru cipőjébe, a citromsárga spagetti pántos felsőjébe szórakoztat minket. Ez az ember betekeri egy szőnyegbe, majd megeteti őt, Isten tudja mivel. És Önmagában már az is baj, hogy ez a csapat, akik magukat kreténeknek hívják, olyan különböző dolgokat tettek már meg egyébként a, 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 az országban, hogy ezért alsó hangon már börtönben kéne lenniük. Tehát én nem vagyok, tehát én a polgári ö, engedetlenség, hogyha ez öncélú, csak szórakoztatás céljából valósul meg, ö, meg a rendbontás és a garázdaság és társai, ez, én ezeket nagyon durva, nagyon súlyosan büntetném. Önmagában ez sem oké. Okay. Ha az, hogy a bartos kavicsot eszik, földet eszik, embereknek a haját levágja és megeszi, a gyomron kifordul, ez meg történik, ez sem oké. Okay. Ha a te öcséd gyereked ezt nézi az interneten, akkor ez esetben van egy rossz hírem. Egy embernek nézzük végig az interneten a haláltusáját, a Bartos haláltusáját nézzük végig. Ugyanez megtörtént már korábban is mondjuk a Turbo Titánnal. Ha nem tudod, hogy ő ki, én ennek mind-mind örülök, ha nem tudod, hogy kikről beszélek, viszont most legalább már fogod tudni, és hogyha meghalod ezeket a neveket, akkor sokkal elővigyázatosabb leszel, mondjuk egy fiatalabb esetében, vagy mondjuk a saját esetedben is. Mert hogy? Például ugye a Turbo Titánnál, a matinál volt olyan, hogy live van, az emberek füzettek bizonyos összeget, és akkor bevett altatókat, nyugtatókat, és majdnem meghalt. Magyarországról beszélünk, nem Amerikáról, nem Oroszországról, ugye emlékeztek, múltkor meséltem arról, hogy Oroszországban a követők füzettek annyit a, a, az orosz youtubernek, hogy a terhes barátnét kizárja az erkére, aki meghalt. És nem kell Oroszországig menni, itt vagyunk. Itt vagyunk egy embernek a haldoklását, a helyet Nézzük, egy olyan embernek, aki segítségre szorulna. Azt gondoltátok, hogy ami Irénkével történik, annál rosszabb nincsen. Hát akkor nektek, hogy van, jóval rosszabb, mert Irénkének nagyon rossz esetben mondjuk csak az önbecsülését, amit nem szabad alábecsülni, mert tényleg azt is bántani, tehát valakit lelkileg, szavakkal bántani, és nagyon-nagyon-nagyon elképesztően káros dolog. De az, hogyha valakit így fizikailag és testileg bántunk, a, és te ezeket, ezeket, megosztod, te ezeknek örülsz, te ezekre az emberekre feliratkozol, és nem jelented rögtön a videót, amikor ezt meglátod a YouTube-nak, a Google-nek, vagy éppen amelyik platformon találkozol vele, akkor elmondom neked, hogy olyan abba a csapatba tartoz, és nekem nem mondd azt, hogy jaj, nem kell ezt túl dramatizálni, nem kell komolyan venni, mert azt mondjuk, persze, meghal a Bartos, mit vesztettünk? Nem hát csak egy alkoholista csöves tulajdonképpen, kutyának nem fog hiányozni. De ha mondjuk a gyereket fogja ugyanezt csinálni, azt látja, hogy a Bartos megiszik egy pohár fagyálót, és lehet, hogy a Bartos már annyi minden szart jót, hogy ő ebben nem hal bele, de a gyereket belehal. Hát ez látta a Bartos, tehát ez milyen vicces. Milyen vicces, ugye? Mit látunk az interneten? Valaki kiteszi a seggét, ugye százezer követője lesz. Mit látunk a másik oldalról? Valaki mondjuk fagyálót iszik, nem hal bele, és százezer követője lesz. Mit fog csinálni a gyereket, a százezer követőt akar? Hát vagy kirakja a seggét, vagy mondjuk fagyálót iszik. Tehát, hogy az van, hogy, hogy persze, Mondhatod azt, hogy téged a Bartos nem érdekel, téged a Zsebibaba nem érdekel, csak hogy az a baj, hogy ezek a dolgok sokkal hamarabb előfordulhatnak ö, körülötted, a családodban. Ez, ez tényleg veled is bármikor megtörténhet, veletek is bármikor megtörténhet. És ne gondold azt, hogy te jól neveled annyira a gyerekedet, vagy mondjuk te, te annyira ö, ö, odafigyelsz, te annyira tudsz mindenről, hiszen nem tudsz nem hibáztat senki ezért. Egyedül csak arra szeretném felhívni a figyelmedet, hogy ezeket a tartalmakat valamilyen úton szűrnöd kell, vagy valamilyen úton el kell érned azt, hogy mondjuk a fiatalabb generáció ne gondolja ezt jópofának. Mert azokat az embereket, akik ezeket a tartalmakat folyamatosan feltöltik, és ezekre a tartalmakra, ezekre a megbotránkoztatásokra appellálva tulajdonképpen nézettséget, hasznot szereznek, feliratkozókat szereznek, Ezeket az embereket arra sarkaljuk ezzel, hogy, hogy hogy csinálják. És nem állítom, az influencerek és a tartalomgyártóknak hatalmas felelőssége van abban, hogy mit tesznek ki az internetre. De azzal a példával szeretnék neked élni, akárcsak mondjuk a kresztben, ugye? Hogy a kreszt is nyilván arra épül egy kölcsönös bizalmon, hogy a másik is tudja a kreszt, hogy a másik be fogja tartani a kreszt. Ellenben mégis vannak halálos balesetek. Na most a közösségi média is, hogyha erről az oldaláról nézzük, pontosan ugyanígy működik. Te megbízhatsz abban, hogy az influencerek nem tesznek ki olyan tartalmat. Hozzáteszem ezeken a tartalmakon, még csak korhatárbesorolás sincs. Nem mintha bármit számítana a Youtube-on, hogy a 18-as karika ki van téve. Tehát félét és ne esik, mert pont beregisztrál valaki 21 évesnek vagy 19 évesnek. Nem vagyok hülye. Csak hogy, hogy ne gondold azt, hogy rábízhatod százszerzelékosan a tartalomkészítőkre, hogy, hogy mit néz a gyereked. Mert nem. Vagy az öcséd, mert mondjuk ezt nem gondolom, hogy ilyen 5-6-7 éves, akinek oda nyomott tudod a tabletet a kezébe, hogy ne kelljen vele foglalkozni, nem gondolom, hogy ők nézik, de mondjuk a, a 10 éves korosztály. Elképesztően veszélyes, tényleg. Hozok nektek egy példát, ott van a Jackass. Ugye ismerjük a Jackass-t, hát aki korombeli az meg pláne. Ugye 2000, Tízes években élte az MTV-n aranykorát, Tehát akkor még a YouTube mint olyan nem volt annyira felkapott, és a Jackass egy amerikai sorozat volt, ahol több, ö, több ilyen B-kategóriás színész, akit nem nagyon foglalkoztattak, összeálltak és különböző undorító, illetve veszélyes dolgokat ö, csináltak. Egyikük életveszélyesen megsérült egy forgatáson, és erről a forgatásról, hogy kórházba szállították, később ebben olyan szinten mentálisan sérült, belebetegedett, lelki és szellemi beteg lett, alkoholista lett, alkoholos befolyásoltság alatt beült a kis porséjéba, másodmagával autóbal esetett, szenvedett és meghalt. De a többieknek is egyébként hasonlóan ennyire vidám a történetük, szinte kivétel nélkül mindenki tönkrement ebben. Értem én, hogy a szórakoztatásnak ezen műfaja, ez, ettől te macsónak érzed magad, a szórakoztatás ezen műfajától te mondjuk, hogy mondjam, többnek, különlegesebbnek érzed magad, de tűzjátékot lőni a seggedből, gázpisztolyjal lőni a másikra, nem tudom, kiugrani, leugrani, fölugrani, elüttetni, megverni, tökörugni, és társai... Ezek, ezek, nem jó dolgok egyáltalán, és nagyon fura, hogy erről kell egyáltalán beszélni, de ezek rohadtul nem menő dolgok. Irányítsuk már arra, ami kis életünket, hogy ne ezek legyenek a menő dolgok. Ezeket a dolgokat hozzáteszem egyébként még a jackass is legtöbbször orvosi felügyelet mellett hajtották végre. Ne legyenek illúzióid egy pillanatig sem. Na most, amikor a Youtube-on te ezeket a tartalmakat megosztod, mondom, megtekinted, akármi, tovább küldöd, abban a pillanatban te is részt veszel abban, te is bármikor lehetsz gyilkos. Nem gondolnád, és nem, most lehet, hogy ebben nem gondolsz bele, meg nem akarlak rémizgetni, mert ha te ráadásul fiatal vagy, akkor is azt mondja, hogy mi tugat ez, az egy normális ki, milyen gyilkos vagyok én. Nem arra gondolok, hogy te oda mész és te a Bartost, csak ha minél többen néznek egy ilyen videót, annál durvább és súlyosabb dolgokat fognak vele megcsináltatni. Ő viszont nem képes, nem beszámítható, nem döntésképes. És nekem bárki bármit mond, egyszerűen az az ember, aki kutyaszart eszik egy kanna borért, az nem döntésképes. Egyszerűen, de, de tovább megyek, van még egyébként egy másik fogyatékos srác, aki szemmel láthatóan valamilyen fogyatékos, fogyatékosságban szenved, és őt is folyamatosan túráztatják, és őt is folyamatosan. Ö, 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 hogy mondjam nektek, köszemlére teszik, és, és az ő méltóságát is kiárulják. Figyelj, ilyen nincsen. A pisziségtől, a mindentől eltekintve, ha csak nem is az emberi méltóságot nézünk, hogy nem etettünk ugye szart emberekkel, mert azt gondolom, hogy ez mondjuk nem menő, vagy, vagy, vagy nem tekerünk valakit ö, ö, szőnyekbe, is. ezt az oldalától is eltekintünk, akkor mondjuk tényleg az élet veszélyre való ö, ö, felhívás talán itt a, a, a legfontosabb. Legyetek nagyon körültekintőek, és az, amikor már tudod, a dancsónak föltűnik egy ilyen, és amikor nyilván, tehát a, a, a hígfosba, a határok nélkül azért, de de ő is fölhívja rá a figyelmet, hogy hát ez, ez, ez nem annyira, annyira oké, okay", vagyis hát nyilván ironizálva, pedig hát aztán tudjuk, hogy a dancsónak sem kell a szomszédba menni egy adott pontra egy kis alázásért, akkor már tényleg érdemes elgondolkodni. Csabi egészen ki van akadva azon, hogy Dancsó megemlítette ebben a videóban. Nem érti, úgy látszik a problémát. Több mint 150 ezer követője van a TikTokon, nem tudom hány ezeren követik a YouTube-on, Instagramon társai. Tehát, hogy, hogy hatalmas a felelősséged. És ezek az emberek, tehát ezek a követőknek nagy része gyerek. Tényleg nem jut el az agyadig, Csabi? Hogyha te ezeket a dolgokat úgymond legitimálod, értsd úgy, hogy ezeknek a dolgoknak létjogosultságot adsz, biztosítod a platformot, adod hozzá a nevedet, akkor még több emberhez jut el, és még nagyobb az esélye annak, hogy valaki előbb-utóbb megsérül, vagy nagy Isten bele is hal. Csináltam én is őrültségeket, mai napig csinálok én is őrültségeket. De soha soha az életben nem fordulhat elő az, hogy én a testi épségemet, vagy mondjuk az életemet kockáztassam egy jó videóért, vagy egy, egy, jó anyagért. Nem ér annyit ez az egész. Úgyhogy arra kérlek téged, hogyha ilyen videókat látsz, akkor kérlek ezeket jelensd. Egyelőre ott tartunk a magyar jogrendszerben, hogy ez az önkárosító, önpusztító életmód, amit, amit folytatnak bizonyos emberek, és ezt fölteszik az internetre, és ezzel mondjuk a fiatalokat egy olyan irányba edukálják, ami azt gondolom, hogy vérlázító. Erre jelenleg nincsen jogorvoslat. Ez, ez ennen, ameddig ez nem történik meg, míg a magyar rendőrség nem éri utol 2021-et, és nem éri utol az internetet, hogy ott már ott is bizonyos szabályozásokat kéne foganatosítani addig csak mi tehetünk ezekről a dolgokról, addig csak mi vagyunk azok, akik, akik ezzel ellen fölléphetünk. Nem fogok ide videót linkelni, nem is vágtam be videót, egy pillanatig sem szeretné. Valaki nyilván interneten fölkeresi, látja, tudja és pontosan hol van. Kérlek, segítsetek abban, hogy ne biztosítsunk teret ezeknek az álmokfutásoknak, mert előbb-utóbb valaki megsérül, vagy meghal. Köszönöm szépen, hogy megnézted ezt a videót. Ha tetszett, akkor nyilatkozzál fel, ha nem, akkor meg nem. Kommenteljél. Tényleg nem találok szavakat. Nem találok szavakat. Én azt hittem, azt hittem hogy 2021-ben már nem kell arról beszélgetni, hogy, hogy, hogy az az, hogyha belenyúlok a konnektorba, az veszélyes. De úgy látszik, hogy kell. Hamarosan találkozunk. Sziasztok!